Ebben a videóban a SketchUp különböző kimeneti lehetőségeiről lesz szó. Bemutatásra kerül a háromdimenziós és kétdimenziós export, valamint az animáció készítés. Ezeknek a kimeneteknek a szemléltetésére az első feladatban elkészített modellt fogom használni. Kezdjük a legegyszerűbb exportálási lehetőséggel, ez a háromdimenziós modell exportálása. A File menüben találjuk az Export menüt. A lehetőségek közül válasszuk a 3D modell opciót. Látható, hogy megjelenik az exportáló ablak. A file típusnál kiválaszthatjuk, hogy milyen típusú háromdimenziós fájlt szeretnénk létrehozni. Az alap SketchUp-ban két lehetőségünk van összesen, ezek szerint létrehozhatunk Collada vagy Google Earth KMZ fájlt. A Collada ugye az egy elterjedt és sok nagy háromdimenziós rajzoló program által ismert formátum, a KMZ pedig kifejezetten a Google Earth programba való importra lett kitalálva. Minden exportálásnál fontos figyelnünk, hogy a jobb alsó sarokban megjelenik egy beállítások lehetőség, erre kattintva az adott export típusnak különböző tulajdonságait adhatjuk meg. Az, hogy milyen tulajdonságokat szeretnénk exportálni, ez a feladattól függ. A kétdimenziós exportálási lehetőség tulajdonképpen annyit jelent, hogy amit itt a rajzmezőben látunk, azt a program képes egy általunk meghatározott felbontásban képpé alakítani. Tehát annyi a feladatunk, hogy úgy állítsuk be a nézetet, ahogy azt majd a képen viszont szeretnénk látni. Tehát például a tengelyeket, ha nem kívánjuk exportálni, akkor a View menüben az Axis elől vegyük ki a pipát, és már is ez eltűnt. Állítsuk be úgy a modellt, ahogy szükségünk lesz majd a szemléltető ábrán rá, utána a File menüből válasszuk az exportot, ezen belül is a 2D grafikát. Ismét megjelenik az exportáló ablak, itt már egy kicsit több lehetőségünk van a file típusok tekintetében. Látszik, hogy BMP-t, JPEG-et, TIFF-et és PNG-t tudunk gyártani a modellből. Mindegyikre a formátumnak megfelelő beállítások vonatkoznak. Általában az exportálandó kép méreteit lehet megadni, esetleg azt, hogy érsimítást alkalmazzon-e a program. A JPG-nél például a tömörítés mértékét is ki lehet választani. Van egy speciális kettődimenziós kimeneti forma, ez pedig a méretarányos nyomtatás. Lehet a programból ugye közvetlenül papírra is nyomtatni, de például PDF-be is tudunk nyomatot készíteni. Értelemszerűen, például ahogy most az ábrán látjuk, így nincs sok értelme a méretarányos nyomtatásnak, hiszen perspektívában látjuk az objektumunkat. Ahhoz, hogy a méretarányos nyomtatásnak értelme legyen, be kell állítanunk a párhuzamos vetítést, valamint valamilyen standard nézetet. Tehát például, hogyha én ezt a modellt erről az oldalról, tehát szemből szeretném kinyomtatni, méret helyesen, akkor ahhoz azt kell tennem, hogy a kamera menüben beállítom párhuzamos vetítést, itt, ekkor ugye elég furcsának tűnik a háromdimenziós nézetben az objektum, de ki kell választanom egy standard nézetet, szintén a kamera menü standard nézetek menüjéből válasszuk a front,
lehetőséget, és látszik, hogy így már egy értelmezhető elölnézetet kapunk. Ha ebben az elölnézetben én visszaállítanám perspektívikusra az ábrázolást, akkor látható, hogy megint csak nem tudnánk megmondani, hogy melyik része a rajznak méretarányos, hiszen torzul a perspektív ábrázolás miatt. Tehát a párhuzamos vetítést válasszuk. Ezután a file menü nyomtatás parancsával tudjuk kinyomtatni. Közvetlenül nyomtatóra is lehet küldeni, de PDF-et is gyárthatunk ezzel a módszerrel. Megadhatunk papírméretet, valamint ami a lényeges, az itt a panel közepén található. Itt beállíthatjuk, hogy ami a SketchUp modellen mondjuk 1 méter, az legyen mondjuk 0,1 század méter, ami azt jelenti, hogy 1 a 100-as méretarányban nyomtatjuk ki az objektum elölnézetét. A baloldali részén ennek a panelnek kiírja a program, hogy a megadott lépték tényező használatával mekkora papírfelületre lesz szükség. Ha ráfér a kiválasztott papírméretre ez a méret, akkor az OK-val elfogadhatjuk, majd PDF nyomtatás esetén elmenthetjük valahova a rajzot. Még egy fontos kimeneti lehetőséget kell bemutatnom, ez pedig az animáció készítése lesz. Alapvetően a SketchUpban az animációt arra tudjuk használni, hogy a kész modellt körbe járjuk, és ezt a körbejárást felvegyük. A körbejárás azonban nem úgy történik, hogy egy megadott útvonalon egy kamerát körbe küldünk, hanem nekünk kell kézzel beállítgatni a fontosabb jeleneteket, és ezek között a program animálja majd a nézetet. Lássuk, hogy miről is van szó. Állítsuk vissza a képet perspektív vetítési módba. Állítsunk be egy kedvező kezdő nézőpontot, majd a View menü animáció menüpontjából válasszuk a jelenet hozzáadása menüt. Látható, hogy megjelenik itt a felső sorban egy szín 1 feliratú fül, ez fogja tartalmazni a kockát ebben az állapotában. Forgassunk egy kicsit a nézeten, majd menjünk a View menü animáció jelenet hozzáadása parancsra, és látszik, hogy megjelenik a második jelenetünk is. Ugye az első jelenet így nézett ki, a második jelenet így néz ki. Fordítjuk tovább a kockát, ismét nézetmenü animáció jelenet hozzáadása. Ezt ismételjük addig, amíg körbe nem érünk. Az utolsó állapotot ugye már nem kell újabb jelenetben rögzítenünk, hiszen az jó esetben közel hasonló lesz, mint az első. Most megvannak a jeleneteink. Ugye látható, hogy körülbelül körbejárom az objektumot, ezt a program képes önállóan egy animációként összefűzni. Kattintsunk a View menü, animáció, play, vagyis lejátszás parancsára.
látható, hogy egyelőre az egyes jeleneteken hosszabb időre megáll a program. Ugye sokkal szebb lenne az animáció akkor, hogyha folyamatosan fordulna körbe a kamera az objektum körül. Erre, ennek beállítására is van lehetőségünk. Állítsuk le a stop gombbal az animációt, majd újra a view menü, animáció és settings, vagyis beállítások parancsal hívjuk elő az animáció beállításait. Itt két panelre vannak tagolva a beállítási lehetőségek. Az egyik, a felső panel azt mondja meg, hogy hány másodperc alatt jusson át egyik állapotból a másikba, tehát egyik jelenetből a másikba. Ezt mondjuk esetünkben a 2 másodperc az körülbelül jó is. A második panel pedig azt mondja meg, hogy az adott jeleneten hány másodpercet időzzön az animáció. Ugye itt arra van szükségünk, hogy semennyit, tehát 0 másodpercet állítsunk be. Piros X-el becsukhatjuk, és nézzük meg, hogy most hogy néz ki az animáció. Lejátszás. És látható, hogy a jelenetek alatt nem áll meg az animáció, hanem folyamatosan fordul körbe az objektum. Természetesen van arra is mód, hogy megközelítsük azt az élményt, mintha egy útvonalon küldenénk körbe a kamerát. Ha ezt az eredményt szeretnénk elérni, akkor az útvonalnak bizonyos pontjain nekünk kell a kamerát elhelyezni, a nézetet beállítani, és ezek között, a jelenetek között animálni. Ehhez rajzoljuk meg az útvonalat, ez legyen mondjuk most egy 6 sarokpontból álló szabályos 6 szög, válasszuk ki a sokszög eszközt, és mondjuk az objektumunk ennek a pontja fölé rajzoljunk egy megfelelő nagyságú szabályos 6 szöget. Töröljük ki a közepét, minél kevesebb helyet foglaljon, és állítsuk be a jeleneteinket. Ugye az első jelenet az ebben az állapotában így néz ki. Szeretnénk, hogyha erről a sarokpontról nézne a kamera valahova ide, erre a pontra. Jó? Ezt a position kamera eszközzel tudjuk megtenni, ez az eszköztár bal alsó részén található. Válasszuk ki. Egy piros X jelöli azt a pontot, ahova a kamerát el tudjuk helyezni. És hogyha kattintunk és nyomva tartjuk a bal gombot, akkor meg tudjuk adni azt az irányt is, amerre a kamerát szeretnénk, hogy nézzen. Próbáljuk ki. Ugye ezt a pontot szeretnénk figyelni, engedjük föl a gombot. Most az egyes jelenetet beállítottuk erre a nézetre. A jeleneten jobb gombbal az Update menüpontot válasszuk. És haladjunk tovább a 2-es jelenetre. Ugye az előbb ez a sarokpont volt a kamera helye. Most ez a sarokpont legyen. Válasszuk ki az eszközt, irányozzuk meg a kijelölt pontunkat, engedjük fel a gombot, és frissítsük a 2-es jelenet beállításait. Járjunk el hasonlóképpen a többi jelenettel is. Ha ezzel kész vagyunk, akkor nézzünk vissza az első jelenetre, és ha rendben találjuk, akkor játsszuk le az animációt.
ugye látszik, hogy még van egy hibánk, ez a fekete vonal, ez a hat szögből ered, valamint egy kicsit hullámzik is a modellünk, ez azért van, mert csak hat sarokpontot tettünk le. Minél több oldalú szabályos sokszög mentén járjuk körbe az objektumot, annál simább lesz az animáció. Állítsuk meg. Álljunk be az első jelenetre, és ugye azt kéne megoldanunk, hogy a hatszögnek az élei a jelenetek közti váltáskor ne látszódjanak. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha a hatszöget másmilyen fóliára helyezzük, mint magát az objektumot, és a fólia láthatóságát kikapcsoljuk. Eddig fóliákról nem volt szó, ezek alapvetően a láthatóságot vezérlik, és általában a jeleneteknél kerülnek előtérbe. Ugye az egyes jeleneteknél meg lehet mondani, hogy melyik rétegek, melyik fólián szereplő objektumok legyenek láthatóak, és melyikek nem. Mi most azt szeretnénk elérni, hogy az objektumunk az egy fólia legyen, és ez a hatszög pedig egy másik, és ennek a fóliáját ki tudjuk kapcsolni. A fóliák vezérlését a Window menü és Layers almenüben találjuk. Látható, hogy egyenlőre egy darab nullás rétegünk van. Az, hogy milyen szint ír ki mögötte, az lényegtelen. A megjelenítésnél lehetne azt kérni, hogy fóliák szerint színezze a modellt. Nekünk egyenlőre ugye az általunk beállított piros, vagy fehér szín jelenik meg. Itt a Visible változó állítja, hogy látható-e az adott fólia, vagy nem látható. Ugye, hogyha az aktuális fóliát szeretnénk lekapcsolni, akkor azt nem engedi a program. A bal felső sarokban a plusz jelre kattintva hozhatunk létre újabb fóliát, legyen ennek a neve útvonal, enterrel fogadjuk el, és vegyük ki a látható fóliák listájából. Hagyjuk egyenlőre ezt az ablakot megnyitva. Most ugye azt kéne megoldanunk, hogy ez a hatszög átkerüljön az útvonal fóliára. Ezt nagyon egyszerűen megtehetjük, a kiválasztás eszközzel kattintsunk a hatszögön, majd egy jobb gombbal a helyi menüből az Entity Info almenüt választva megjelenik az objektumunknak a tulajdonságait tartalmazó panel, és rögtön az első tulajdonság az, hogy melyik fólián látható, a legördülő menüből válasszuk az útvonal fóliát. Látható, hogy rögtön el is tűnt a hatszög. Ugye még ezt a jelenetet vissza kéne állítanunk úgy, hogy a megfelelő sokszögpontból nézze a kamera az objektumot. Ehhez az Entity Info ablakot zárjuk be, az útvonalat tegyük újra láthatóvá, helyezzük el a kamerát a kívánt pozícióba, így, majd kapcsoljuk ki újra az útvonalat, és frissítsük a jelenetet. Váltsunk a kettes jelenetre, látható, hogy itt még be van kapcsolva az útvonal fólia, kapcsoljuk ki, frissítsük a jelenetet, és járjunk el ugyanígy a többivel is. Látható, hogyha most visszaálltam az egyes jelenetre, akkor már nem jelent meg a fekete vonal. Ugyanígy a többinél sem látszik. Nézzük meg, hogy összeállítva hogy néz ki. Play gombbal játsszuk le az animációt. Látható, hogy most már nincsenek zavaró egyéb vonalak, csak maga az objektum, úgy, mintha a megrajzolt hatszögről
nézve körbe járnánk. Állítsuk le az animációt, és ugye már csak egy problémánk van, hogy ez még csak itt a SketchUp-on belül működik, ezt AVI formátumban fogjuk tudni kiexportálni a programból, a File menü Export almenüjében immár aktívá válik az animáció exportálása. Válasszuk ki, nevezzük el, látható, hogy csak az AVI az, ami videóformátum, válasszuk ezt, és a lehetőségek közül válasszuk ki a nekünk megfelelő beállításokat. Fogadjuk el, majd az export gomb megnyomásával tudjuk exportálni a videót.